Tojás frissességének vizsgálata. Tudjuk jól, hogy a madarak mezőségi tojással szaporodnak, viszont a tojás nem csak a madarak szaporodásánál fontos, hanem az emberek táplálkozásában is. Nézzük meg, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy mennyire friss a tojásunk. Egy nagyon egyszerű kísérlet, szükségünk van egy üvegkád vízre, vagy akár egy kancsó vízre, majd ezt követően helyezzük a vízbe a tojásokat. Nézzük meg, mi történik. Először egy friss tojást fogok belehelyezni. Figyeljük meg, milyen gyorsan fog süllyedni. Látható, hogy nagyon gyorsan leér az edény aljára. A következőben egy 2 hetes tojást fogok belehelyezni. Figyeljük meg, mi történik ebben az esetben. A süllyedés talán érzékelhető volt, hogy egy picit lassabban történik, valamint az is megfigyelhető, hogy a 2 hetes tojás a tompa végével felfelé áll a vízben. Vajon miért is van ez így? A tojás tompa végén helyezkedik el a légudvar, amely levegővel van telve. Ugye ezt tudjuk, hogy könnyebb, mint a vízé, ezért a tompa vége fölfelé helyezkedik el. Míg a teljesen friss tojásnál ez nem figyelhető meg. És végezetül egy régi tojást fogok belehelyezni a vízbe. Figyeljük meg, ebben az esetben mi történik. Azt láthatjuk, hogy a tojás lebeg a víz felszínén. Mi lehet ennek a magyarázata? Ahogy említettem, a tojás belsejében a friss tojásnál is található egy légudvar, amely levegővel telt. Romlott tojások esetében viszont, azaz régi tojásoknál, a tojás belsejében megnő a gáztartalom a benne lévő mikrobák hatására, és ennek eredményeképpen, mivel gázzal van telve a tojásunk, ezért fönt lebeg a víz felszínén.